Örömmel tölt el, hogy alkalmam nyílik ellátogatni hozzád ezzel a felvétellel, amely kifejezetten azzal a célzattal készült, hogy a segítségedre legyen, és pedig a következőképpen. Amikor a megengedés állapotában vagy, elcsitítottad az elmédet, és a koncentráció nyomán az ellenállás gondolatai is eltűntek, vagy háttérbe szorultak, rezgéseid szintje természetes módon megemelkedik. Ez annyit jelent, hogy mind közelebb és közelebb kerülsz valódi éned rezgési harmóniájához, forrásod önnön belső lényed frekvenciájához. És amikor eléred ezt az összhangot, szükségképpen gyarapodásnak indulsz. Felvételünket tehát azzal a céllal dolgoztuk ki, hogy a naponta végzett 15 perces meditáció során, miközben egyszerűen hallgatod a felvételt, ellazulsz és lélegzel, természetes módon magasabb rezgési állapotba kerül. Vagyis azt fogod gyakorolni, hogyan távolíthatod el rezgéseidet az ellenállás mintáitól, és közelítheted őket a megengedés mintázatai felé, míg idővel természetessé nem válik számodra, hogy megtaláld a jobb közérzetet biztosító gondolatokat. Amikor jobb érzést keltő gondolatokra bukkansz, és megszabadulsz az ellenállástól, természetes rezgéseid szintje megemelkedik. Ekkor végre eljutsz egy magasabb és tökéletesebb vonzási pontba. Ez az új vonzási pont aztán jobb közérzetet teremt a mindennapjaidban, és az életed egyre szebbé és szebbé válik. Felvételünk célja, hogy elmédet azokra a gondolatokra összpontosítsd, amelyek lehetővé teszik összehangolódásodat valódi éned átfogóbb aspektusával. Hiszen valódi lényed, a mi szemszögünkből nézve már is ott van az örvényben. Valahányszor tudatosul benned, hogy mire nem vágysz, megjelenik benned annak egyenértékű tudatossága is, hogy mire vágysz. Ez a másik szinten működő tudatosság sokszor nem is merül fel gondolataidban, inkább csak a vágy szikrájaként sugárzik belőled az általunk teremtés örvényének nevezett térbe, a te teremtésed örvényébe. Tehát amint ez a vágy, amelyet jelenlegi életed szövetéből hasítottál ki, továbbítja saját rezgéseit a teremtés örvényének a rezgés terébe, a vonzás törvénye, amelynek lényege, hogy a hasonlót vonza, magához vonza vágyaid valamennyi közreműködő alkotó elemét. Valahányszor negatív érzelmet élsz át, vagy bármilyen módon tompul a megtapasztalásod, ez pusztán annak a következménye, hogy a saját fizikai alakodban felmerülő fizikai természetű gondolatok miatt nem éred el a lényed magasabb változatának rezgés számát. Meditációs felvételünk célja pontosan az, hogy segítsen neked felzárkózni önmagadhoz, és tartósan ráhangolódni kiterjesztett valódi lényedre. Amikor végre sikerül feladni a kiteljesedett lényeddel szembeni ellenállást, és megengeded magadnak, hogy ráhangolódj a kiteljesedett énedre, akkor alámerülsz az örvénybe, és eljutsz a gyarapodás állapotába. Valójában minden tanításunk arra irányul, hogy segítsen a jobb közérzet irányába haladni. De amit most hallasz, az kifejezetten azzal a célzattal született, hogy megértesse veled a következő igen fontos elvet. Valahányszor keményen próbálkozol, saját helyzetedből a szükség, a fájdalom, az aggodalom, a gondterheltség, a harag vagy a sérelmek állapotából, vagyis az örvényen kívülről. Nagy a valószínűsége, hogy kísérleted, erőfeszítésed, küzdelmed, munkád a céljával épp ellentétes hatást vált ki, mivel csak felerősíti azokat az örvényen kívüli mintákat, amelyek amúgy is működnek az életedben. Ha megleled az új módját figyelmed összpontosításának, hogy az örvény belsejében összhangba kerülj valódi lényeddel, majd az örvény mélyéről maradéktalanul elvégezd a megerősítéseket, akkor rengeteg felesleges körtől szabadítod meg magad. Márpedig ezt véleményünk szerint érdemes fontolóra venni. Valójában pontosan erről szól ez a meditációs használati útmutató és CD. Rövidebb utat kínál egyrészt az életed nagy részében magaddal cipelt ellenállások feloldásához, másrészt a világokat teremtő energia pozitív hatásának kiaknázásához, amely segít eljutnod a jelenlegi állapotodból abba a tökéletesebb létállapotba, ahová kívánkozol. Amint előre haladsz a felvétel különböző részeinek gyakorlásával,
érezni fogod jótékony hatásukat, bárhol kezdesz is bele a folyamatba. Mi mégis azt javasoljuk, hogy először az általános jóllét című résszel kezd. Majd a CD-n található elrendezést követve haladj tovább az anyagi bőség, a testi jóllét, és végül a kapcsolatok című részre. Ha ebben a sorrendben hallgatod meg a felvételeket az első héten, a következő hetekben már egyszerűen kiválaszthatod azt a részt, amelyikre épp ösztönzést érzel. Akkor feltétlenül számíthatsz rá, hogy az általad kialakított rezgési mintázatok változásnak indulnak, s vonzási pontot kedvező irányba tolódik el. Mi sem szolgálhat inkább a javadra, és mi sem kapcsolhat össze hatékonyabban a forrással, amelyből fakadsz, mint a légzésed. Miközben a szelíd nyugalom hozzáállásával hallgatod-e felvételt, fizikai állapotod javulásnak indul. S mi alatt rendszeresen végzed a meditációt, például egy héten át minden nap, legalább a felvétel hallgatásának idejére be fogsz lépni az örvénybe. Annak a mindenható ténynek is tudatában vagyunk, hogy mihelyst elmerülsz az örvényben, tökéletes összhangba kerülve valódi éneddel, miközben szelíden sugalmazott, erőteljes szavainkat hallgatod, teljesen ráhangolódsz forrásod frekvenciájára. És amikor ez megtörténik, teremtésed örvényének belsejéből nem csupán a lényedben rejlő hatalommal, szándékaid tisztaságával, léted rendeltetésével és tulajdon értékeddel fogsz összhangba kerülni, hanem egyúttal megengeded, hogy mindaz felbukkanjon az életedbe, amit oly régóta kérsz. Így hát meg annyi élvezettel kecsegtető gyakorlat áll előtted. A következetesség értékes dolog. Ha hajlandó vagy minden áldott nap 15 percen át nyugodtan ülni, miután belevágtál ebbe a folyamatba, kényelmes öltözéket viselve, kényelmesen elhelyezkedve, lehunyt szemmel és a légzésedre összpontosítva hallgatni az erőt adó szavakat, akkor vissza fogsz találni valódi énedhez. Áradó szeretet vár itt rád, mi pedig, mint mindig, maradunk híveid az örvényben. Isten hozott az örvény kapujában. Rendkívüli örömmel tölt el bennünket, hogy meghoztad a döntést, és eljutottál idáig. Jó dolog összejönni, hogy közösen teremtsünk, és azért, hogy összhangba kerülj valódi éneddel. Szeretnénk, ha tudnád, hogy miközben ellazulsz, lélegzel és könnyedén azokra a szavakra összpontosítasz, amelyeket megosztunk veled. Lélegezz mélyet. Be és ki. Az alatt lehetőséged nyílik rezgéseidet finoman ráhangolni forrásod frekvenciájára. A forrásra, a mélyben, az örvény legbelső pontján. Könnyedén találj rá testet saját ritmusára. Élvezd az elnyújtott, lassú, mély be- és kilégzéseket, miközben szavainkat hallgatod. Lélegezz mélyet. Be és ki. Nem kell erősen koncentrálnod, és semmit sem kell megjegyezned. Csak lazíts, lélegezz, és érezd jól magad. Te magad a nem fizikai forrás energia kiterjesztése vagy. Nagy elszánással és céltudatosan jöttél a világra. Azért vagy itt, hogy felfedezd a földi ellentétek tökéletes egyensúlyát. Azért vagy itt, hogy az élet más legyen, mint eddig volt.
Az idő és a tér e pillanatában pontosan ott vagy, ahol lenni akartál, és a benned rejlő forrás elégedett. Hiszen életed folyamatosan további fejlődésre ösztönöz, és a minden létezőnek javára válik az a fontos szerep, amelyet betöltesz. Miközben ellazulsz és mélyeket lélegzel, átérezheted a gondviselést, amit a forrás kiterjeszt rád ebben az időpillanatban. Figyeld a légzésedet. Be és ki. A megbecsülést fizikai világod, annak sokszínűsége és a belőled véghetetlenül áradó vágyak iránt. Mielőtt ebben a fizikai testben megszülettél, tisztában voltál a földbolygó ellentmondásos sokszínűségének fontosságával. Buzgó kíváncsisággal vetetted bele magad a sokféleség felfedezésébe, és alig vártad, hogy megérd a kiteljesedést, melyről tudtad, hogy a te létezésed kelti életre. Az életedet élvezned kell, hiszen szándékosan választottad magadnak azt a kiinduló pontot, ahonnan tovább léphetsz. Mélyítsd a légzésedet. Be és ki. A forrás feléd táplált figyelme és tisztelete meleg takaróként fog beburkolni, ha megengeded neki. Életed jó szolgálatodra van, és biztosítja számodra a kiteljesedés alapjait. Úgy, ahogyan ezt előre tudtad, mikor eldöntötted, hogy erre a világra érkezel. Ezért indítottad a vágyak nyilait számolatlanul teremtésed örvényébe, ahová egyre gyakrabban és mindig jó érzéssel fogsz belépni. Örvényed belsejéből nézve rendben mennek és örömmel töltenek el a világ dolgai. Könnyednek és teljesnek érzed magad, és kész vagy még többet befogadni. Lélegezz mélyet. Be. És ki. Minden új felfedezéssel és minden újonnan megtapasztalt térrel egyre többre vágysz. És ez a több ad erőt és sarkal a kiteljesedés felé. Világod fokozatosan tágul, egyenletesen növekszik és megújul, miközben minden egyes lépésnél megtartja az egyensúlyát. A jólét a legfőbb alapja minden létezőnek, a világegyetemnek és az anyagi világnak, a bolygónak, amelyen éppen élsz. Pompás világod, legbensőbb lényegénél fogva, örökre a jólét egyenletes ritmusához kötődik. És ugyanez igaz rád is. Lélegezz mélyet. Be és ki. Miközben ellazulsz és felfrissülsz, légzéseddel feloldod magadban az ellenállást. Rá fogsz ébredni forrásod egyensúlyteremtő ritmusára. Éj könnyedén! Érezd megbecsülésünket valódi éned iránt, s közben engedd, hogy csodálatos dolgok áradjanak hozzád a világ legtermészetesebb módján. Miközben megnyugszol a szavainkból kibontakozó törvényben, minden belső ellenállás, amit fizikai életed során felhalmoztál, lassan feloldódik. Miközben a szavainkat hallgatod, és visszaemlékszel valódi énedre, újra felfedezed bensődben a jólét természetes rezgési mintáit. Napról napra több világosságot, életerőt és tenni akarást fedezel fel magadban. Napról napra tisztában idéződik fel benned valódi éned, és az ok, amelyért erre a világra jöttél. Forrásod teljességgel tudatában van létezésednek, ebben a pillanatban is, és elmondhatatlan megbecsülést érez valódi éned iránt. Az a jó, ha a saját életed jó érzéssel tölt el. Arra születtél, hogy megleld a boldogságot az életedben,
és beteljesítsd az álmaidat. A legjobb úton jársz. A jól lét, amit keresel, éppen feléd árad. Figyeld a légzésedet. Be és ki. Lazíts és élvezd a kibontakozását. Becsüld meg azt, ami éppen van, és lelkesen várd az eljövendőt. Áradó szeretet vár itt rád. Mi pedig, mint mindig, maradunk híveid az örvényben. Egy kis időre a te fizikai helyzetedbe fogjuk beleélni magunkat, és szavainkkal a legfőbb javadat szolgáljuk. Szeretnénk segíteni, hogy megtaláld azt a rezgési tartományt, amely lehetővé teszi az anyagi bőség beáramlását személyes tapasztalatodba. A bőség folyama nagylelkűen árad, és ez így helyes. És legfőbb ideje, hogy te is kivedd belőle a részed. Könnyűszerrel képes leszel rá, és a folyamat nem fog túl sok időt igénybe venni, hiszen már is a legjobb úton jársz. A most hallott szavakban erő rejlik. Ellenállásod idővel elcsitul, és kezdetét veszi életedben a megengedés. Lélegezz mélyet. Be és ki. Amint ellenállásodat felváltja a megengedés, miként a kétel helyébe lép a hit, úgy fog megnyilvánulni számodra a bőség. Szavaink segítenek majd, hogy a pénzzel kapcsolatos érzéseidben az aggodalmat és a szorongást felváltsa a tetrekész lelkesedés és az öröm. Amikor ez az érzelmi változás bekövetkezett, azonnali anyagi fellendülés lesz a bizonyíték. Ha képesek vagyunk meggyőzni téged, hogy az anyagi bőség ösvénye egyszerűen érzelmi út, akkor e szavak minden egyes meghallgatásával mind több és több ellenállást lélegzel ki magadból, és egyre jobb lesz a közérzeted. A munkád lényege nem a cselekvés. Nem kell semmilyen tanfolyamot elvégezned, semmilyen követelményt teljesítened. Elegendő, ha kényelmesen és fokozatosan újra felfedezed a megkönnyebbülés, a gondtalanság és a jóllét természetes állapotát. Soha nem kell nélkülöznöd csak azért, mert más valaki nyer, hiszen a bőség arányosan terjeszkedik, hogy megfeleljen az emberi vágyaknak. Lélegezz mélyet. Be és ki. Amikor a másik ember sikere láttán szívedet elönti a hála, ellenállásod tova tűnik, és saját sikered is szárnyra kap. A leggyorsabban úgy javíthatod meg anyagi körülményeidet, ha szemügyre veszed azokat a kellemes dolgokat, amelyek már is a birtokodban vannak. Hiszen ha feltárod és számba veszed mindazt, ami jelenleg is jól működik az életedben, további sikereket fogsz aratni, hamarabb, mint gondolnád. Miközben életed egyre nagyobb bőséget hív elő számodra, a munka oroszlán részét már is elvégezted. Most pedig jóval kevesebb erőfeszítéssel, mint hitted volna, anyagi körülményeid is javulni fognak. A pénzügyi bőség nem a kemény munkának, a jó szerencsének vagy mások kegyének köszönhető, hanem egyszerűen a világegyetem válasza a bőség következetes gondolataira és érzéseire. Amikor képes vagy felkelteni magadban a bőség érzetét, még mielőtt annak bizonyítékai megmutatkoznának,
éppen akkor fognak megjelenni és folyamatosan jelen lenni életedben a bizonyítékok. Mindaddig, amíg képes vagy magadban táplálni a bőségérzetét. Valahányszor jól érzed magad, bármilyen okból kifolyólag, a bőségérzetét ébreszted bensődben, és ellenállásod hiányában mindaz, amit kértél, utat talál egyenese hozzád. Valahányszor ezekre a szavakra összpontosítasz, ellenállásod alább hagy, elfogadásod pedig erősebbé válik. Mélyítsd a légzésedet. Be és ki. Ezért rezgéseid vonzási pontja minden egyes múló nappal tovább változik, míg végül megtörténik a nyilvánvaló fordulat. Egy darabig pénzügyi fejlődésed egyetlen bizonyítéka javuló érzelmi létállapotod lesz. Ha hajlandó vagy ezzel megelégedni, és nem méricskéled folyton pénzügyi előrejutásodat, akkor az anyagi fellendülésen várad sokáig magára. Igen nagy örömmel tölt el bennünket, hogy lehetőségünk nyílik kifejezni nagyra becsülésünket mindaz iránt, ami vagy. Szeretnénk tudatni veled visszavonhatatlan ígéretünket, hogy karnyújtásnyira vagy az általad vágyott bőségtől. A legjobb úton jársz. A jól lét, amit keresel, éppen feléd árad. Lazíts és élvezd a kibontakozását. Becsüld meg azt, ami éppen van, és lelkesen várt az eljövendőt. Áradó szeretet vár itt rád. Mi pedig, mint mindig, maradunk híveid az örvényben. Örülünk, hogy lehetőségünk nyílt felkeresni téged, hogy segítsünk ráhangolódni jóléted természetes ritmusára. Tested intelligens sejtek milliárdjaiból áll, melyek mindegyike szakadatlanul törekszik az összhangra és az egyensúlyra, és meg is találja azt. A legjobb, amit tehetsz a testednek, az ellenállás gyengéd és haladéktalan feloldása, hiszen természetes állapotod a feltétlen jóllét, és ellenállás hiányában fizikai tested állapota szükségképpen javulni fog. Ha tudatosan a jó közérzetet biztosító gondolatokra összpontosítasz, lehetővé teszed tested sejtjei számára, hogy visszatérjenek természetes egyensúlyukhoz. Lélegezz mélyet. Be. És ki. Az a lényeg, hogy mélyeket lélegezz. Hallgasd ellazultan szavainkat. És engedd, hogy könnyed összhang alakuljon ki bensődben, forrásod energiájával. Tested sejtjeit a forrás vezérli. Így képesek bármilyen körülmények között mindenkor meglelni egyensúlyukat. Ezáltal nem csupán a nem kívánatos betegségekből épülhetsz fel, de testi jólléted folyamatos fenntartása is lehetővé válik számodra. Amint figyelsz és lélegzel, elengeded magad és ellazulsz, könnyűszerrel képes leszel fenntartani jó testi közérzeted. Lélegezz mélyet. Be és ki. Még a testedben lévő nem kívánatos tünetek is fokozatosan enyhülnek, és végül nyomtalanul eltűnnek majd. Ahogy napról napra egyre jobban feladod az ellenállásodat, rá fogsz érezni a világokat teremtő erőre, amely átáramlik rajtad. Csak lélegezz és figyelj!
Ne azért, hogy valami megtörténjen. Egyszerűen csak élvezd a kellemes és kényelmes harmónia érzését. Fizikai tested szinte azonnal reagálni fog a megszűnő ellenállásra, amit mély légzésed közben érzel. Lélegezz mélyet. Be és ki. Mert bármilyen állapotban is van egy fizikai test. Bármikor képes visszatérni a jólét természetes állapotába. Mindaz, amit most hallasz, nem a testedről szól, hanem a nyitott megengedésről és a forrásra hangolódásodról. Tested a gondolataid egyensúlyának tükröződése, az ellenállás feloldása pedig kedvező változással jár. Tested legapróbb sejtjeiből kiindulva, a fizikai javulás végig söpör lényed minden szintjén. Mélyítsd a légzésedet. Be és ki. Rezgések szintjén létező lény vagy. Gyökereid a nem fizikai létből fakadnak. Tested a nem fizikai forrás kiterjesztése. Azért intézzük hozzád ezeket a szavakat, hogy miközben figyelsz és lélegzel, ráhangolódj természetes jólétet frekvenciájára. Ha időt szakítasz rezgési egyensúlyod meglelésére, könnyűszerrel képes leszel fenntartani testi jólétedet. Ahol megtalálod a harmóniát, onnan kapsz sugallatot arra, hogy mit kell tenned a saját érdekedben, hogy csodálatos dolgok történjenek végtelen egyszerűséggel. És minél könnyedebbnek érzed magad, annál kevesebb ellenállást táplálsz, és annál hamarabb megtalálják tested sejtjei az egyensúlyukat. A légzés és a megengedés folyamata lehetővé teszi, hogy jelenlegi helyzetedből bármilyen legyen is az. Eljuss a vágyott állapotba. Hiszen miközben lélegzel és feloldod magadban az ellenállást, rezgési frekvenciádat ráhangolod forrásodra és személyes gyarapodásodra. Természetes számodra a jó közérzet és a tökéletes testi állapot megtapasztalása. Lélegezz mélyet. Be és ki. És miközben ráhangolódsz a jól létrezgésére, a tested lesz ennek legszembetűnőbb bizonyítéka. Miközben figyelsz és lélegzel, minden egyes múló nappal erősebbé válik összhangod a jól léttel. És miközben annak ellenállástól mentes légkörében nyugtázod-e szavakat, táplálod a világosságot, az életerőt és a jólétet. Tested elsősorban gondolataid tartalmára reagál, és itt és most, e pillanatban a tested egyre jobb állapotban van. Az a jó, ha a saját életed jó érzéssel tölt el. Arra születtél, hogy megleld a boldogságot az életedben. És beteljesítsd az álmaidat. A legjobb úton jársz. A jólét, amit keresel, éppen feléd árad. Lazíts és élvezd a kibontakozását. Becsüld meg azt, ami éppen van, és lelkesen várd az eljövendőt. Áradó szeretet vár itt rád. Mi pedig, mint mindig, maradunk híveid az örvényben. Örülünk, hogy lehetőségünk nyílt találkozni és a kapcsolatokról beszélni.
Nincs is számodra fontosabb kérdés, mint az emberi kapcsolatok, hiszen mások nélkül te sem lehetnél önmagad. A Földön élő minden másik ember felbecsülhetetlenül értékes számodra, még akkor is, ha egészen mást akarnak, mint te. A Föld elég tágas ahhoz, hogy teret adjon az érdekek, meggyőződések és vágyak sokféleségének. A különbözőségeknek hatalmas szerepe van az új eszmék megszületésében, és fontos tényezője a kiteljesedésednek. Te magad is a várakozás izgalmával érkeztél erre a világra, a kiteljesedés reményében, amely a másokkal folytatott érintkezésedből fakad. Amikor tisztába jössz az eltérő vélemények értékével, valamennyi emberi kapcsolatodnak azonnal hasznát fogod látni. És mivel nem változtathatsz meg másokat kényed kedved szerint, olyannak fogadod el őket, amilyenek. Ez lesz a lelki nyugalmad záloga. Olykor úgy tűnik, hogy mások képesek negatív hatást gyakorolni tapasztalataidra, de ez csak a látszat. Kizárólag a te válaszreakcióidnak van elegendő hatalmuk arra, hogy eltérítsenek természetes jólétettől. Olykor mások hiszik úgy, hogy boldogságuk a te válaszreakciód függvénye. Ám ez sem igaz. Ha te tovább erősíted bennük ezt a meggyőződést, és hatörik, haszakad, igyekszel a kedvükben járni, azzal nem segítesz sem rajtuk, sem önmagadon. Amikor elvárod a másik embertől, hogy a segítséged nyújtotta előny nélkül is elérje a sikert, akkor a saját forrása szemével látod őt. Ha viszont azt hiszed, hogy a másiknak szüksége van a segítségedre, és megpróbálod gyengéit a saját erősségeiddel megtámogatni, akkor mit sem segítesz rajta. Amikor a másik ember erősségeit keresed, még ha nem is könnyű ezeket fellelni, figyelmeddel akkor is támogatod őket. És idővel érdeklődésed ragyogó fénysugarában ezek az erősségek mások számára is láthatóvá válnak. Ha mások dühe kirobban ellened szóban vagy tedben, akkor nem veled, hanem saját magukkal állnak hadilábon. És ha nem veszed személyes sértésnek viselkedésüket, megértve, hogy a saját magántermészetű csatájukat vívják, akkor idővel megbékélnek veled. Olykor úgy véled, fontos, hogy mit gondolnak rólad mások, és igyekszel kicsikarni elismerésüket. Valójában azonban keveset tehetsz a tartós dicséretért, hiszen a dolog sosem rólad, hanem róluk szól. Ha hajlandó vagy megszabadulni minden aggodalomtól azzal kapcsolatban, hogy mások mit gondolnak rólad, és kizárólag arra összpontosítasz, hogy te mit érzel irántuk, akkor végre igazából megérted, hogy ki vagy te, és felfedezheted a valódi szabadságot. A lényeget tekintve az emberekben több a hasonlóság, mint a különbözőség. Hiszen mindenkit összekötnek a forrás, a szeretet és a kiteljesedés közös szálai. Ezért, ha úgy érzed, hogy valaki fenyeget, tudd, hogy a fenyegetés nem valódi, hiszen természetes jólléted áradásának csak te saját magad vethetsz gátat. Ha álhatatosan keresed másokban a jót, idővel csak jót fogsz találni és látni bennük, hiszen fokról fokra ehhez finom hangolod rezgéseid vonzási pontját. Márpedig a vonzás törvénye szerint ennek így kell lennie. Egészen bizonyos, hogy képes vagy rátalálni a vágyott kapcsolatokra. De először van egy igen fontos teendőd.
rá kell hangolódnod a keresett tulajdonságokra, hiszen mindenkor csak azt kapod, ami összhangban van veled. Összpontosítsd figyelmed mások legjobb tulajdonságaira. Lehet, hogy az általad kívánt tulajdonságok hiányoznak belőlük. Mégis próbáld megtalálni őket. Hiszen ha gyakran gondolsz arra, amit kívánsz, annak okvetlenül fel kell tűnnie a tapasztalatvilágodban. Ez a törvény. A legjobb úton jársz. A kapcsolatok, amelyekre törekszel, feléd tartanak. Lazíts és élvezd, ahogy kibontakoznak. Becsüld meg azt, ami éppen van, és lelkesen várd az eljövendőt. Áradó szeretet vár itt rád. Mi pedig, mint mindig, maradunk híveid az örvényben.